ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קדושנו במצוות תורה וצוותנו ועל יפני שם שבת. Dániel is proféta volt, de vita van a profétai kijelentéseivel kapcsolatban, már nem szabad ezeket kitörölni a Tanakhból, Szentírásból. Nem véletlenül vannak ott, nem véletlenül kanonizálta a zsidóság, és hagyta benne a kötetben időszámítások után 100 körül, amikor lezárták az írott kánon szöveget, de most azért említem őt, mert itt, ha nézitek, akkor a hátsó a sorban Jeremiás, tehát mintha ő lenne, ő született volna a leghamarabb, nagyjából Hulda proféta asszonya egy időben született, egy idősek lehettek, és Habakuk profétak, egy kicsivel fiatalabb, szintén ismerte őt, de hát bőségesen tudhatott Ézsaiásról, még mondjuk, mint Arany Jánosról mi, Hóseásról, Ámosról, Mikiásról, Habakuk proféta, az igazi író kortárs Jeremiás számára, előtte Ezékiel és Dániel, a fogság profétái pedig előrébb állnak. Hát, azért nézzük ezt meg, ide rakom ezt a kis gyűrűt papírt, hogyha valaki még rá akar vetni egy pillantást, vagy csak nincs meg ott nálatok, mert ma ugye az olvasmányunk Jeremiás sira mai. Nahum volt. Hogy? Nahum az igazi. A teljes Nahumot olvasom. Jeremiás amúgy kéten volt. Nahum volt. Hát, megszégyenülök, mert én valamiért Jeremiás arra majd írtam föl megint, de az valóban igazatok van, amikor elolvastam. Nahum proféta. Hát akkor Nahumot olvassuk. Yeah.
Ninivéről szól a látomás. Bátorítás az ünnepek megülésére. Aztán ez, amit mostanában gyakran emlegetek én is, hogy a megtérés az nem egyszer mindenkorra intéz el mindent az ember életében. És hát a könyv végén visszatérünk oda, hogy igazán nem bánkódunk amiatt, hogy Ninive ne ott. Na. Akkor nézzük nálunk proféta könyvét. Ninive terhe az Elkosi Náhum látásának könyve, buzgón szerető és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr és telve haraggal, bosszút áll az Úr az ő ellenségei, és haragot tartó az ő gyűlölői ellen. Hosszú tűrő az Úr, és nagy hatalmú, és nem vagy büntetlenül. Szélvészben és viharban van az Úrnak útja, és lábainak pora a felhő. Megfedi a tengert, és kiapasztja azt, és minden folyamot kiszáraszt, elfonjad a Básán, és a Kármel, és a Libánon virága elfonjad. A hegyek reszketnek előtte, és a halmok szétmállanak, tekintetétől megrendül a föld, és a világ, és minden, ami rajta él. Ki állhatna meg haragja előtt, és ki bírhatná ki búsulásának tüzét? Heve szétfoly, mint a láng, és a kőszálak is szétporlanak tőle. Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat. De gáttörő árvízként pusztít annak helyén, és gyűlölőit sötétség üldözi. Mit koholtok az Úr ellen, elpusztítő, nem részen kétszer veszedelem. Annyira összefonódnak is, mint a tüskebokrok, és olyan ázottak is, mint az italuk, megemésztetnek, mint a teljesen megszáradt tarjú. Belület származott, aki gonoszt koholt az Úr ellen, aki álmosságot tanácsol. Így szól az Úr, ha teljes erőben és sokan vannak is, mégis levágatnak és elenyésznek, megaláztalak téged, de nem fogok téged megalázni. Most már leveszem rólad az ő igáját, és bilincseidet leszaggatom. Felőled pedig azt rendeli az Úr, nevednek ne támadjon többé magva, Isteneid házából kivesztem a faragott és öntött képeket, ne gásom sírodat, mert becstelen vagy. Ime a hegyeken örömhírhozónak lábai, békességet hirdet, ünnepe, Júda ünnepeidet, fizesd le fogadásaidat, mert nem vonul át rajta többé a semmire kellő, mindenestül kiírtatott. Pusztító jön fel ellened, őrizd a várat, nézed az utat, erősítsd derekadat, keményítsd meg erődet, igen, mert helyreállítja az Úr Jákob büszkeségét, mint Izrael büszkeségét, mert rablók rabolták ki őket, csemetéket pedig kivágták. Vitézeinek pajzsa veres, katonáinak ruházata bíborszínű, hadiszekere, acéltűzben ragyog fegyverkezése napján, és a dárdákat rengetik. Az utcákon robognak, a szekerek összeütköznek a piacokon, tekintetük, mint a fáklyák, futkosnak, mint a villámok. Emlegeti vitézlő hőseit, ingadoznak lépéseikben, sietnek a kőfalra, és felállítatik a védő sánc. A folyóvizek kapui megnyílnak, és a palota megrendül, de elvégeztetett, felfedi, elviteti, és szolgálói keseregnek, mint nyögő galambok mellüket verni. Pedig Ninive olyan, mint a bővízű tó, elejétől fogva mégis futnak ők. Álljatok meg, de visszasatok senki. Raboljatok ezüstöt, raboljatok aranyat, száma sincs a rejtett kincseknek, gazdag minden drága edényben. Feldúlva széthányra kifosztatva, szíve megolvadt, a térdek reszketnek, fájdalomban egész derekában, és mindnyájuk arca elvesztette pirosságát.
Hol van az oroszlán? Ott tanyája, és az oroszlán kölyköknek ama legelője, ahová járt a nőstény és hím oroszlán, az oroszlán kölyök, és nem volt, aki elriassza. Az oroszlán torkinvalót ragadozott kölykeinek, és folytogatott nőstényeinek, és megtöltötte barlangjait zsákmánnyal, tanyáit pedig példával. Amé rátörök, azt mondja a seregek, hogy a füstényeket szakadói, oroszlán kölykeit barlang nézti meg, és kiírtom a földön zsákmányokat, és nem hallatszik többé követelmet szóval. Jaj, a vérszomú városnak! Mindenestől hazug és erőszakkal telve, és nem szűnik rapolni. Postorcsattogás, kerékzörgés, zaja, dobogó, ló, ropogó, szekér, törtető lovak, kardok villogása, dárda villanása, sebesült tömegek, holtak sokasága. Nincs számuk az elesetteknek, megbotlanak hulláikban. A szép parázna sok paráznaságáért, a hitetésnek mesternője miatt, aki népeket rejtett meg paráznaságával és nemzetségeket bűnbájaival. Imé rád török, azt mondja a seregek ura, és kocádra fordított ruhának alján, és népeknek mutatod meg mesztelenségedet és országoknak gyalázatodat. Rudságot hányatok rád, és gyalázattal illetlek téged, és olyanná teszlek, mint akit csodálnak. És mind, aki meglát, elmenekül tőled, és ezt mondja, elpusztult Ninive, kibánkódik rajta, hol keressek néked vigasztalókat, avagy jobb vagy hé, Noámonnál, amely a folyamoknál fekszik, vizek veszik körül, amelynek tenger a sánca, tenger a kőfala, Kús volt erőssége meg Egyiptom, és száma sem volt annak, Pút és Líbia is segítőid voltak, de ez is számkivetésbe fogságba jutott. Kisdedeik is falhoz veredtek minden utca sarkán, főembereire sorsot vetettek, és nagyjait mind bilincsekre verték. Te is megrészegedel, elfeledté leszel, te is keresel majd menedéket a gyűlölködő elől. Minden erősséged olyan, mint a zsenge gyümölcsű fügefa, a megrázatnak az evő szájába hullnak. Imé a te néped asszony nép, te benned, földednek kapui, tárva kitárulnak, gyűlölőidnek, tűzemészti meg záraidat. Meríts magadnak ostromhoz való vizet, javítsd erősségeidet, menj be a sárba, taposd az agyagot, javítsd a téglavetőt, legott tűzemészt meg téged, fegyver írt ki téged, legemészt, mint a szöcske, szaporodjál bár, mint a szöcske, szaporodjál bár, mint a sáska. Többen voltak kalmáraid, mint az égnek csillagai, a szöcske csapunk és elrepül. Fejdelmeid, mint a sáska, vezéreid, mint a tücsökraj. Hideg időkben, gyepükben tanyáz, napkeltekor pedig elrepül, és helyesen tudható meg, hol volt. Szúnyadoznak pásztoraid, a Asszíria királya, feküznek vitézlő hőseid, néped a hegyeken széledez, és nincs, aki összegyűjtse. Nincs enyhítése te sebedre, gyógyíthatatlan a te nyavaját, akik híredet hallják, mint tapsolnak feletted, mert kire nem hatott volna ki a te gonoszságod soha. Nem egy vidám könyvecske, és ellentétben általában a profétai írásokkal nem nagyon van benne feloldás és vigasztaló üzenet. És azon kívül pedig egy olyan proféta, akinek a nevén kívül az égvilágon semmi nincs benne a Bibliában. Egy nagy névtelen. Neve van, de mégsem tudjuk, honnan jön, hova kapcsolódik. Valaki fölállt a nép között, és elkezdett beszélni egy olyan hatalom ellen, amelyel a kor politikai vezetői szívesen üzleteltek volna esetleg, és tétlenül nézték emberek azt, hogy hogyan csúszik bele egy erkölcsileg romlott kapcsolatrendszerbe Izrael. És akkor itt egy pillanatra megállunk és eltűnődünk megint azon, ami újra és újra előbukkan korunkban is, hogy szabad-e a
hívő embernek véleményt nyilvánítani olyan kérdésekben, amelyek az országot nagy általánosságban érintik. Ugye, igen, beszéltünk arról, hogy Isten azért találta ki az ígéret földjét, ezt a nyakendőnyi kicsi földet, hogy egy nagyon könnyen áttekinthető, szűk helyen produkáljon valami mást az ő választott népe, játssza le egy kis színházi, színpadnyi területen azt, hogy milyen lehetne az Isten országa. Ez nem nagyon sikerült, de Isten szándéka ez volt. Hát ugye, ahogy a színházban, mondjuk csak az ember tragédiájára például, nem csak egy kornak egy epizódját lehet emlékezetesen eljátszani, hanem nekem most nagyon kell a színpadot forgatni, nem is kell nagyon sok szereplőt keresni, hiszen az a zseniális a darabban, hogy elég, ha a két főhős állandóan átöltözik. Mert arról szól ez a dráma, hogy az ember örök, és hogy az örök Ádám, az örök Éva, többek közt erről szól, mert persze nem csak erről, minden korban a jelmeztől függetlenül nagyjából hasonló dolgokat produkál. És ezért időszerű most is a bibliai üzenet, mert ami régen volt, az annak a jeleit tapasztaljuk ma is. Visszatérve ide nálunkhoz. Azt látja, hogy népszerű az a kereskedés, az a minta, ami egyszer már volt, és ami levitéz lett, egy olyan világ visszasóvágása, amely szégyent és gyalázatot hagyott hátra, és akkor nem kell áthallásokat keresni, mert bőven adódik erre jel, nem mindenki érzékeli persze, de ezért kell felállni, és ezért kell nálunknak beszélni. Ezért kell kulturáltan pár, de beszélni a dolgokról, és azt mondom, hogy kulturáltan, ez nem jelenti azt, hogy nem mondhatunk ilyet, hogy nem vonul át rajta többé a semmire kellő. Semmire kellőnek nevezni valakit, akinek van politikai hatalma, az nem bűn. Sőt, vannak pillanatok, amikor azért kell nevén nevezni, nem szabad tisztelni azt, aki sikeres. Nem szabad tisztelni azt, aki törvényeket gyárt, vagy aki véghez viszi, amit akar, szövetségeket köt, alaptörvényeket hoz létre, amelyek mindenkire kötelezőek, és aki megpróbálja az egész világról azt a bizonyítványt kiállítani, hogy tévelyek az egész világ kivéve őt. Nem érdemes, hogy belecsúszunk abba, hogy gyáván hallgassunk, vagy tiszteljük, pusztán azért, mert semmire kellő módon, arcátlanul, egyfajta vakmerőséggel, mert ezt nem bátorságnak nevezik, szoktuk mondani, hogy azt nem hívjuk bátornak, aki mer fütyülni a templomban. Hát azt nagyon kellemetlen és nagyon kezelhetetlen embernek nevezzük, és akitől csak elhatárolódni lehet. Nos, Nahum a Ninivétől való elhatárolódást szorgalmazza, amikor talán, mondom, felmerül ötletként, hogy nem kellene-e a kapcsolatot velük szorosabbra fűzni. Ez a bizonyos Elkos, ahová Nahumot helyezi, Nahum szülőfaluja, ez Ninive mellett található. Ott a helyi hagyományok szerint még a sírját is őrzik Nahumnak. Hát lehet, hogy egy ismeretlen sírhelye az, amit kineveztek ennek, de Nahumra gondolnak. A tíz törzs száműzésekor került el
Samáriából, és ott élt Elkosban, ott halt meg. De vannak olyanok, akik ezt a bizonyos települést megpróbálják hasonló hangzás miatt Izraelben azonosítani. Csak az idő az, ami őt behatárolja. Joel, Nahum és Habakuk Manassé király korában profétáltak, mondja egy írás, de nem bibliai írás. Manassé Júda legrosszabb királya volt, és az is lehet, hogy ez a bizonyos Ninive elleni profécia nem is a távoli országgal van kapcsolatban, hanem ahogy Jónás könyvében Ninive talán nem a földrajzilag meghatározható település, hanem lehet akár Jeruzsálem is. Hát amikor Ninivéről beszélünk, tessék oda behelyettesíteni Budapestet, bocsánat, mondtuk mi, Izraelnek a fővárost, Jeruzsálem. De lehet más fővárost is behelyettesíteni oda, mert a bűnök, a kihágások, az erkölcsi kockázat, amit a politikusok vállalnak, az hasonló. És azt hiszik, hogy ezt megtehetik, mert Isten nem sújt le azonnal, nem azonnal fizet. És akkor így szaladjunk végig ezen a könyvön. Rengeteg harci dolog, a piacon összeütköző harckocsik, a zűrzavar, a lópatáinak a csattogása, a patkóhang, a szekerek zörgése, félelmetes raj ez, a hadi cselekményekből fáradtan és vértől csatakosan megérkező katonák borzasztó látvány tehetett. Ez ijesztő harcoknak, aki ő azoknak az arcán is rajta van, a halállal való szövetségnek a letörölhetetlen szörnyű jele, minden katonának, ha egyáltalán rehabilitálható, hosszú idő, de van szüksége ahhoz, hogy visszatérjen az élők közé, ezt lehet látni, különösen amerikaiak engedik meg maguknak, hogy a hadi cselekményekben résztvevő személyek rehabilitációjáról valamit tudjunk, de ha ilyeneket mond másutt a Biblia, hogy a vérben fertőztetett ruha megég, akkor ez arról szól, hogy nem lehet mit kezdeni azzal az öltözettel, ami a ruhagyártás ókori világában egy elgondolkodható dolgot, ugyanis hát még a rongyokat is nagyon sokáig használták, hasznosították, nem úgy, mint ma, hogy véletlen mennyiség özönlik hozzá kis használhúva formájában, kérni kell már, hogy ne tegyék, hogy emberek azzal tüzelnek, vagy nyáron azzal főznek, borzasztó dolog ez. De akkor is abban a világban az, hogy a vérrel fertőztetett ruhát megégetik, ez azt jelenti, hogy valami nagyon fontos értéket kell megsemmisíteni, mert Ágnes asszony ruhája sem mosható ki, hát akkor mennyivel inkább egy ütközetből, egy falu kiirtásából, egy város lerombolásából visszatérő katonának a ruhája. És ilyen bőven láthatott Nahum is. Az is lehet, hogy voltak olyanok, akiket mindez lelkesített, akik azt gondolták, hogy a háborúból akár játékot is lehet csinálni. Nem emlékszem, az iraki háború idején volt, hogy ültek az emberek a készülék előtt, és akkor eléggé sokat közvetítettek a harci cselekményekből, és lelkesen nézték, hogy megsemmisült egy-egy célpont is. Keveseknek jutott eszébe az, hogy mi lenne, ha én lennék ott éppen, amit megpillantott föntől a repülőgépről a pilóta, és megnyomta a gombot, és egy lúg maradt a földön, a célpont helyett, ahol
talán emberek éltek, üzsöttek korábban. Na most ez a szép parázna, aki paráznaságával és a hitet és mesterekét sokakat maga után csábított, ez valójában az erőnek a proféta nője. Ugye a földrajzi nevek lévetben is többére nőnepűek, mint ahogy anyaföldről beszélünk, vagy Jeruzsálem mindenütt anyja, az anyácska föld, az oroszoknál is nagyon, nagyon kedves, hát ahonnan jövünk, és ahová visszatérünk a földbe, de nem szívesen gondolok egyetlen anyára se, úgy, mint a hitet és Isten nőjére, mint olyan valakire, akit csak úgy lehet megszégyeníteni, ha fölemelik a szoknyáját. Ezek a képek nagyon durvák, hogy a szoknyája szegélyét a feje búbjára húzzák, hogy mindenki láthassa azt, amit a ruhájával elrejt, mert máshogyan nem lehet lefékezni és megállítani, és mint mondtam, mióta világ, vannak bizonyos dolgok, amelyek maguk idején talán elkerülhetetlenek, ilyen egy honvédő háború is. De isteníteni az erőt, az erőszakot akkor is, hogyha az győzelemhez vezet, az bűn. Az nem hiba, az bűn. És nem megengedhető dolog. Itt vagy fogságban, vagy háborúk idején élt proféta, talán azok ellen profétál itt, akik az erő, a ravasság, a megtévesztés, ugye ezek mind a harcban használt dolgok, amiket ha valaki saját népével szemben, saját népét osztja meg, és saját népének egy részével szemben alkalmaz, akkor kevés a szó, ha azt mondjuk, hogy méltatlan arra, hogy vezető legyen. Hát aki dezinformál, hamis híreket közöl, háborúban ez bevett eszköz, megtéveszteni az ellenséget. Aki saját népét téveszti meg, aki saját népét fenyegeti, tartja rettegésben. A kisgyerek falhoz csapdosása, ha meg sem történik, de elterjesztik a hírt arról, hogy itt a katonák fogják a csecsemőket és a ház sarkához csapják. Erre gondolni is iszonyat. Lehet, hogy volt ilyen, hogy a kisbobát lábánál fogva meglóbálták és odavágták a kis koponyáját a sarokháznak az éléhez, de elég ennek elterjedni, vagy akár a nők elleni erőszaknak, ha azt elterjeszti valaki, akkor elkezd menekülni a lakosság, amely szegény sokkal többet szenved mindig, mint maga a katonaság. Talán ők védtelenek, de az ellenség megtöréséhez, a hadszintér átadásához, a hatalom korlátlan gyakorlásához ezek az eszközök, az erőszakra való hivatkozás, vagy annak a gyakorlása is, ezek mind harci cselekmények idején megszokottak. Ezt dicsőíteni, ezt alkalmazni saját népünkkel szemben, egy borzalom, és nem lehet hosszan ebben a, ez alatt a nyomás alatt élni, nem lehet hosszan bírni azt, hogy nem találunk egy adott feladatra embert, főembereit, nagyjait, mint birigybe verve. Tehát ha elterjed az, hogy aki elvállalja a hivatalt, vagy mer védeni ügyvédként egy megtámadottat, méltatlanul megtámadottat, az maga is le lesz tartóztatva. Ahol aki felszólal és szót emel a gyengék mellett, ha ráküldik az ellenőrző hatóságot, ez egy, nem elég a szó, hogy botrányos, és elfogadhatatlan magatartás. A gyűlöletnek kitárni a kaput, amit itt a harmadik
fejezetnek a 13. versében olvasunk ki, mert a népet asszony népte benned, földetnek kapuit tárva kitárulnak gyűlölőinek, tüzemészti meg záraidat. Mind a kettő igaz lehet. Az egyik, hogy most azért kérünk elnézést az asszonyoktól, mert teljesen igazságtalan az asszony, általában pártlanak és halált megvetőbb a pártosságuk. Egyrészt azért, mert többször találkoznak életük során olyan gyönyörű dolgok alkalmával is, mint amilyen a szülés, a halállal és győzetelmeskednek felettük. De viszont, ha valami, mely népről, mint asszony népről, anyám asszony katonájáról beszélnek, akkor nem mint bátrakról, nem mint tiszteletlen méltókról, hanem gyávákról beszélnek. A Biblia nem támogatja azt, hogy legyen a nemzeti karakter része az, hogy félünk. Hogy azért nem merünk kiállni az igazság mellett, mert félünk, mert elveszik a munkahelyünket, vagy a gyerekünket, nem engedik majd tovább tanulni. Ezek mind hamis dolgok, valljuk be, hogy férfiakként szoknyát ránk, és inkább azt mondanám, hogy tanuljunk bátorságot a nőktől, akiktől egyáltalán nem várjuk azt, hogy harcoljanak, az egri nők kivételt képeznek. Ebből a szempontból nagyon-nagyon-nagyon rossz világ, ahol a nőknek is fegyvert kell ragadni. Izrael történetében is volt néhányszor ilyen a nők helye, háborúk idején is legfeljebb a sebesültek mellett, tehát ők legfeljebb így vesznek részt a háborúban, tőlük azt várjuk, azt reméljük, hogy tovább viszik az emberséget, a gyengétséget, a szeretetet, a simogatást, a dédelgetést, az ütés, az ölés, a gyilkosság helyett. De amikor azt mondja, hogy néped asszony nép, akkor nem a határozottságról, vagy nem erről a vágyva vágyott női gyöngétségről beszél, baj, ha így lenne, hogy néped olyan tisztességes pártól és olyan alkalmas politikai feladatra is, mint amilyen alkalmasak lennének a nők, ha beengednék a férfiakat a politikába. De a földetnek kapuit tárva kitárulnak gyűlölőinek, nem csak azt jelenti, hogy megadják magukat a városok, hanem beengedik oda a gyűlöletet, amit nem szabad beengedni. Na most nem gyűlölettel lehet a gyűlöletet visszatartani, hanem a jó akaratnak, a tisztességnek, a pozitív erényeknek az állhatatos gyakorlásába. Szóval nagyon egyszerű lenne azt mondanom, hogy a gyűlölettel a szeretetet kell szembeszegezni, mert a szeretetnek különösen miután lejáratták, mint a béke szót is, nincs túl pozitív csengése. Ezért írom körül és mondom azt, hogy a gyűlölettel az állhatatos jó akaratot, amiből nem hagyjuk magunkat kizökkenteni, kibillenteni semmi áron. A tisztességes ember a háború idején is békepárti. Azonnal békét kezdeményez, béketárgyalásokat, amit lehetséges. És távol áll tőle az, hogy a végsőtig fokozza a gyűlöletet. Nem tisztességes ember az, aki a gyűlöletet eszközként használja, pláne népe között. Tehát pedig úgy, fogadjuk úgy, hogy Nahum próféta a korában, a közösségében a gyűlöletre való építés, a gyűlölet eszközként való felhasználása ellen prédikál, a harci uszítást ítéli el, és hasonlítja Ninivéhez az egész dolgot, a megtévesztő politikát, a hitetésnek, hogy is mondta,
a szép parázna, sok paráznaságáért a hitetésnek mesternője miatt. Tehát amikor valaki a hitetésnek, a megtévesztésnek a mesternője, vagy mestere, varázslója, ugye itt a női báj, amely lefegyverzi a leghatározottabb férfit is. A férfiak kevésbé értenek, azt hiszem ez, hogy másokat igazán a személyiségükkel, a szépségükkel, a szavaikkal, a, nem tudom miket mondjak, még így levegyék a lábukról. A nőknek van ilyen tudományuk, és itt most ezt a tudományt negatív tudományként, hogy is nevezik azt a nőt, aki ilyen végzett asszony, aki így behálóz valaki. Itt a helyben nincs senki ilyen csupa gyengét. Kedves és nagyszerű nő van itt. Van ennek pozitív formája, hogy hatással tudnak lenni. Férfiak, most megint mondom azt, hogy azért is be kellene engedni a nőket jobban a politikába, mert csodálatosan tudnak hatni és érvelni, de itt most nálunk nem erre a tulajdonságra épít, hanem erre a behálózó, lábról levevő, félrevezető, pozitív dolgokat kioltó, alkalmatlanná tevő tulajdonságra mutat rá, aminek jelképes helyszíne volt Ninive. Ninive a nagyváros, szép város, a megejtően szép hely, ahol az ember egyszerűen elfelejtette, hogy miért is ment oda, mert annyira lenyűgözik a dolgok. Szóval ilyen helyé lesz az a közösség, amelyben nem az Istentől adott értékek dominálnak, hanem a pillanatnyi siker, ehhez való eljutás, az abban való mesterség, hogy hogyan lehet az embereket pozitív dolgok hangoztatásával lábukról levenni, orruknál fogva vezetni, és végső soron pedig kihasználni, megsemmisíteni. A gyűlöletnek ne nyissunk kaput, mintha ezt mondaná, és ne legyünk gyávák. És pásztoraink, szúnyadoznak pásztoraid Asszíria királya, és nem biztos, hogy Asszíriában van adresszában, hanem Izrael királyának a pásztorai, prófétái szúnyadoznak. Gyógyíthatatlan a te nyavajád, nincs enyhítés a te sebedre, és hogyha ez egyszer megszűnne, lehet, hogy demokratikus választásokkal nem megy, de ha egyszer megszűnne, akkor mindenki tapsolna végül is. Tehát azt kell sófárognunk, hogy ez a világ, ami kaput itt az erőszaknak, aminek mézes-mázos eszköze a megtévesztés, a világ arcába nevetés, az olyan fajta politizálás, amiben elfelejtődik az egység, a partnerség, a szövetség, ami mindenre fittyet hány, amely kiköveteli, hogy csak az ő imádata érvényesüljön, annak meg kell egyszer szűnnie, és mi készítjük a kezünket a tapsra mindenkorban, ha ez megadatik. Van még egy apróság itt a végén, elragadja valószínűleg a prófétát egy kép, ez pedig a sáskának a képe. A harmadik fejezet végén, amikor azt mondja, hogy tűzemésztél téged, fegyverít ki téged, megemészt, mint a szöcske. Valószínűleg itt a fordítónak nem állt rendelkezésére a sáskának más szinonimája, holott pedig nagyon sok sáska fajta létezik, és minden
sáskára jellemző az, hogy ami elé kerül, azt meglátja és elpusztítja. De megnézzük, hogy fordítja más. Sáskarajt olvasol, azt mondja, hogy mindjárt. Szóval valamilyen sáska, mert a tücsök hegedő, nem is tudom, a tücsök mit teszi. Van ő. Tücsköd bogarat. Ő teszi. Hirtelen nem tudjuk, mert azt hiszük, hogy harmatot iszi, és valamit is morzsával ér, és hegedül, egész nyáron át. A szorgalmas hangyák pedig gyűjtögetnek. Tehát a tücsök raj, ami hideg időkben, a gyeplőben tanyáz, napkeltekkor elrepül, teljesen tudható meg hol van. Tehát nem tudjuk, hogy a nagy sáskarajok hol tanyáznak, egyszer csak megjelennek. Miközben szunnyadoznak a pásztorok, tehát a sáska hol a megemésztésnek az eszköze, hol a szaporodásnak a váratlan hirtelen szaporodásnak, a kezelhetetlenül nagy sokaságnak a szimbóluma, hol pedig a követhetetlen felbukkanás, eltűnés, többen voltak kalmárai, mint az égnek csillagai, a szöcske csapog és elrepül. Hol vannak ezek a sok-sok kalmárok fogták magukat, és máshol fektettek be, mert nem éri meg nekik nagy vállalataikat ott azon a helyen fölállítani, ahol nincs olcsó munkaerő, és így tovább. Rengeteg olyan üzenet van Náhum könyvében, amit leírt Ninive ellen, az emberek olvasták, a királynak is felolvashatták esetleg, és azt mondta talán van az, hogy álljunk meg a menet. De ez jó szól ez a profécia, amire azt mondhatta Náhum, hogy nem, hát oda le van írva, hogy ez Ninivéről szól. Ja, hogy valaki magára beszélt, akinek nem igen, ne vegye magára. De ezek általános szavak. Nos igen, általános szavak. És ez az, ami miatt nekünk szól az, hogy pusztító jön fel ellened, őrizd a várat, nézed az utat, erősíts derekadat, keményíts meg erődet, igen. Ne várd, hogy mások harcoljanak érted, hanem állj ki magadért. Annyiszor el kell mondani, minden profétától kell valamit idézni. Hát miért kell belekiabálni minden fülbe, közvetlen közelről, hogy ne várd, hogy más harcoljon érted, állj ki, és ne nyafogj, hogy a harc kemény, hogy vigyázni az útra, az álmosító dolog, mert nem csak nappal, és nem csak egy órát kell vigyázni, vagy néhány percet, hanem 24 órát, ha nem váltanak le, de hát megéri, mert ha elalszol, és az alatt az ellenség lecsap, akkor utána sírathatod a dolgokat. Tartsd nyitva a szemed, építsd a várat, erősítsd meg védelmi rendszeredet, és közben figyelj azokra, első fejezet vége, a hegyeken örömhírhozónak lábai békességet hirdetett, ünnepeljük a ünnepeidet, fizesd a fogadásaidat, mert nem vonul át rajtad többé a semmire kellő, ezt mondd el. Mondd el azoknak, akik azt mondják, hogy ennek már soha nem lesz vége, hogy ezek leválthatatlanok, elküldhetetlenek, mert olyan jól kiépítették az erőszak törvénytelenség rendszerét,
És majd elvitatkozunk azon, hogy kétharmaddal kell-e a gonosz törvényeiket megsemmisíteni, a csalással létrehozott kétharmaddal alkotnak meg, hogy elég kimondani, hogy nagyon itt legyen vége ennek az egész történetnek. Most a kormányozhatóság érdekében egyezünk meg abban, hogy ami itt történt, csalás volt, embertelenség volt, törvénytelenség volt, és aki mert van tisztesség, az emelje fel a kezét, hadd lássuk, hogy többen vagyunk-e. Ha igen, ha legalább egyel többen vagyunk, akkor ámen legyen vége mindennek, aki itt volt. Azokra akarunk figyelni, akik a békét hirdetik, akik a megegyezésről, mindannyiunk javáról, a holnap szépségéről, a gyerekeink jövőjéről, az értelmes tanulásról, kutatásról, tájékoztatásról, tisztességes tájékoztatásról, nagyjából tisztességes elosztásról beszélnek, és nem a tolvajok, a csalók igazságát hirdeti. Szóval ez a kicsi pamflet körülbelül erről szól. Hát most akkor lapozzunk tovább. Mit jelent a Nahum neve? Nahum, mindjárt megmondom. Teosz puskáznak kell, és türelmet kérjük. Itt az asztal alatt fogom megnézni, hogy úgy kinyék, mint azon a fejből tudtam volna mondani. Vigasztaló, azt jelenti, megvigasztalt, vigasztaló, segítség, azt jelenti a neve. Tehát egy reményt keltő proféta, aki felhívja a figyelmünket, hogy miközben némely helyeken eldobták a kulcsot és kitárták a kaput a gyűlölet előtt, vannak ilyen városok is, aközben tessék odafigyelni, hogy a hegyen a békének a hirdetői is megjelentek már. És figyeljük inkább a béke hirdetőire, mint azokra, akiket gyönyörködtet a harci szekereknek a ropogása és a kisdedek falhoz csapkodása helyett a kisdedek felnevelésének a programját próbálják meghirdetni. Szóval a kisdedek falhoz csapása az, hogyha megölik a jövőjüket. A felnevelésük anyagi és szellemi munícióit valaki feléri, önző dolgokra költi vagy ellopja, az olyan, mint a falhoz vágnál a jövő generációt, nem vágunk falhoz a utcasarkon a jövő generációját, hanem a béke hirdetőire figyelünk. És erre a vigasztaló profétára, akivel kapcsolatban azt mondjuk, hogy van legalább valaki, nem tudjuk honnan jött ez a Nahum, de vigasztalást hoz nekünk, hogy megszólalt, beszélt a tisztességes jövőről. Hát abban ugye viszont nincsen félreértés közöttünk. Hanyadika van most, július? 17. Van, hogy most kezdődik Mózes 5. könyvének olvasása. Ez a könyv
ígérik ezek a szavak, amelyeket szólt Mózes Izraelnek Jordánon túl a pusztában. A pusztában. Itt van a térkép előttem. Kis piros vonal jelzi, hogy hol is tartózkodott ekkor Izrael népe. Kár, hogy nincs nagyobb térképünk. Ugye több pusztaságot is megjárt. Volt a Cin pusztájában is sokáig, de itt most a Moábnak a mezőségén találjuk. És ha pusztáról beszél a könyv, akkor ez az egész vándorlást jelenti, de itt most a mai Jordánia területén vannak, Jerikó át ellenében nagyjából a Holt-tenger Jordánia felüli oldala, ott táboroznak. Ott van ennek a széli éjszakadra egy kicsit a Nébó hegye, aminek a Pizka nevű csúcsából megpillantotta az ígéret földjét. Ha az előbb színpadról beszéltem, akkor az embernek ott én nem voltam a Pizka csúcsán, de az Illés által hirdetett ítéletnek a pontján, csúcsán voltam, és döbbenetes élmény, hogy rá lehet szinte látni egész Izraelbe, végül lehet nézni rajta, és az ember döbbenten kérdezi, hogy ennyire pici tényleg az egész, ennyire pici tényleg az egész, egy színpad, és a színpadnál is, ha jó a bű, ha jól játszanak a színészek, elfelejtjük azt, hogy egy színházban vagyunk, hanem a fantáziánkban kitágul a tér, országokat, birodalmakat is képesek vagyunk látni, vagy akár a világ mindenséget is. Tehát egy kis színpadon vagyunk, ahol Isten le akarja játszatni előttünk, hogy milyen lenne az Isten országa, és miért nem tud az megvalósulni még akkor se, hogyha ha valaki nagyon akarja a jót, akkor azt meg annyira akarja, hogy az a kellemetlen, amikor nagyon-nagyon ütik a vasat és büntetnek minden apróságot, mindenben bűnt látnak, az épp olyan kellemetlen, mint hogyha nem látják a nagy dolgokban sem. Korrupcióban, a szövetségszegésben, a megtévesztésben, abban sem látják a bűnt. Na szóval utolsó állomásnál vagyunk, és Mózes így szükségét érzi annak, hogy megismételje a törvényt, hogy végigvegye azt, hogy merre is jártunk, mi is történt velünk. Egy nagy összefoglalás Mózes 5. könyve. Így olvassuk majd három nagy beszédet, három nagy monológot mond Mózes, és aztán a könyv végén eltűnik, ott van az utolsó tórai kötelező jótettnek az alapja, el kell temetni a holtakat, függetlenül attól, hogy közeli hozzátartozó-e vagy nem, mert Isten temette el Mózeset is olyannyira, hogy nem is találjuk az ő nyugvóhelyét. Az, hogy történelmi események, helyszínek és törvények keverednek, az abból is adódik, hogy valószínűleg Mózes halála után kinyitották az ő úti szekreterét, lehetett egy ilyen kis ládikája, aminek a fedelén írt, és amiben gyűjtötte a kis feljegyzéseit, és hol
egy törvénynek a piszkozata került elő, hol egy naplóbejegyzés arról, hogy ma merre jártunk, vagy mi volt az az esemény, ami a kedélyeket fölborzolta, és ezt az utódai tanítványai egy darabig kegyelettel őrizték, aztán nyilvánvalóan megsemmisült, és ezért kerül be szinte szerkesztetlenül egymás mellé, mondom, ilyen törvény, olyan törvény, úti följegyzés, vagy megjegyzés valami eseménnyel kapcsolatban, mert azzal kezdődik, ugye akkurátusan, mintha nekünk ülne akkurátusan, hogy utoljára megírjon néhány beszédet, aztán valahol elveszíti a fonalat, vagy mondom, az utódok veszítik el. A helyszínt is tudjuk, a Jordánon túl, a pusztában, a mezőségen, a Veres-tenger ellenében, Párán és Tófel és Lábán és Hacérót és Dizahám között ezek a települések, hát kibányázhatók vagy nem. 11 napi járóföldön Hóreptől fogva a Szeír hegyének menve Kádes-Barneáig, ön pedig a 40. esztendőben, a 11. hónapban, tehát mintha egy hónap lenne még vissza az évből, és az utolsó hónapot az út összegzésére szánjuk, a hónapnak első napján szólt Mózes az Izrael fiainak mind az szerint, amit parancsolta az Úr neki azok felől. Ez egy fontos dolog, hogy Mózes figyel arra, hogy ne az ő vélekedései maradjanak feltétlenül, mit akar Isten mondani. Ez egyébként az ige hirdető örök dilemmája, hogy mondjuk így, hogy a textus próbálja megszólaltatni, vagy felveszi azt, és az, mint egy motto van oda vigyeztve az ő szembeszédének az élére. Az igényt magyarázza el, a saját gondolatait közli, és mintha Mózes azt mondta volna, vagy ezt jegyezte volna itt fel, vagy a szerkesztők megjegyzése ezt talán, hogy Mózes mindig azt mondta, amit Isten akart üzenni, nem azt, ami az ő véleménye volt azzal kapcsolatban, ami Isten szájából elhangzott. Egy kollégám, régi kolléga mondását őrizgeti, majdnem, aki azt mondta egyszer, hogy van egy olyan jó prédikáció, most már keresnem kell hozzá egy igényt. És sokan beszélnek így, hogy van mondani valójuk, rögeszméiket hirdetik úton útfélen, és keresnek hozzá, hogy úgy mondjam, illusztrációnak, csokornak, kitűzőnek egy bibliai mondatot. Ezzel szemben alá kell húznunk itt is, és mindenütt a profétai szövegnek szónak a lényegét, tehát ezek az igék, ezek a szavak, amelyeket szólott Mózes az egész Izraelnek, és akkor sorokat tudjuk át, hogy hol megismétli ezt, hogy szólt Mózes az Izrael fiainak, mindaz szerint, amit parancsolta az Úr nekik azok felől, vagy ezek felől. Hogy van-e nem hívő változata az igaz beszédnek, de maradjunk ennél talán, hogy igaz beszédnek lehet fordítani. Ha az előbb Náhumnál a megtévesztés asszonyáról beszéltünk, vagy legyen bűbályos személy, mert nem győzöm hangoztatni azt, hogy milyen tisztelője vagyok a női nemnek, és hogy mennyire nem igaz, hogy negatív dolgokat a nőkkel kapcsolatban mondjuk, de ez az ujjam köré csavarás művészete az, ami ellen Náhum prédikál, és amivel szemben itt most Mózes 5. könyvének az eleje hangoztatja azt, hogy az Isten határozott és megérthető és tisztességes beszéde az nem megtévesztő, az nem kozmetikázott adatokkal,
hazugságokkal, hamis ígérgetésekkel, az ellenfél lejáratásával, és mit mondjak még hozzá, nem egy manipulált szöveg. Isten szövege sosem manipulál. Még az is belefér, hogy mi kakaskodva szembe menjünk Istennel, és még jobbak legyünk, mint amit az örökké való akar. Erre hergel bennünket, és nem arra, hogy őt mindenáron kövessük, és negatív dolgok hívei legyünk, hanem részesei vagyunk egy folyamatnak. Valami születik itt. Rabszolgák lesznek szabad emberekké. El fognak foglalni egy kicsi kis területet, ahol Isten országát akarják megvalósítani. Meg kell őket erre tanítani. Egy nagyszerű szociáldemokrata politikus jut eszembe, akinek az emléktáblájára ez van fölírva, hogy ezt a szegény népet meg kell tanítani a demokráciára és a bátorságra és a törvények lényegére, hogy azok miért fontosak, jó, ha mindannyiunkat szolgálnak. Tehát meg kell tanítani az embereket. Semleges helyen a pusztában tanította az Úr az ő népét, hogy adjon törvényt minden tisztességes ember és nép számára. Hát ezek azok az igék, amelyek Isten szájából származnak, amit az Úr parancsolt Mózesnek, azokat mondta. Na és akkor folytatjuk a történetet. Minek utána megverte Szihont, az Emoreusok királyát, ki lakik Hesbonban, és Ógot, Básánnak királyát, Edreiben, aki lakik Ashtarótban, a Jordánon túl, a Moab földjén, kezdte Mózes magyarázni ezt a törvényt mondván. Az Úr, a mi Istenünk, szólott nékünk a Hóreben, ezt mondván, elég ideig laktatok e hegy alatt, forduljatok meg, induljatok, menjetek az Emoreusok hegyére, és annak minden szomszéd vidékére. Tehát mintha menjetek el békességgel, és az Úr legyen veletek, kezdetű mondás és volna itt, hogy eleget ültetek itt a kellemes tanítás helyszínén, most induljatok el, és kezdjetek hozzá a világ megváltoztatásához. Kezdjetek hozzá a honfoglaláshoz, kezdjetek hozzá az értelmes harcokhoz. Tudjuk, hogy ezzel indultak a honfoglaláshoz, hogy előbb meg kell békével kínálni az ott lakó népeket, megértetni velük, hogy itt azon a helyen, ahol az alapvető emberi jogok ellen küzdöttek, ahol gyerekáldozat volt, ahol nem voltak jogaik a nőknek, ahol mint rabszolgákat adták, vették őket, vagy a családok belüli erőszak az nem volt magánügy, szó sem lehetett arról, hogy vonakodunk aláírni azt a megállapodást, hogy nincs alkohol a családok belüli erőszakkal. Tehát egy olyan területet fogunk itt kialakítani, ahol hallani nem akarunk arról, hogy magánügy az erősebbeknek a triumfálása, akár csak egy családi közösségben is. Tehát aki velünk akar ebben tartani, az maradhat. Aki nem akar velünk ebben egyetérteni, az mehet, és aki nem akar velünk egyetérteni, és itt marad, az ellen harcolni fog. Tehát ez a dolog, a teljes menete. Tehát az nem egy jó üzenet, hogy nem csinálunk semmit. Vagy csak ott csinálunk valamit, ahol nincs ellenfél és nincs ember, hogy csinálunk valamit, ahol vita sincs a dolgok felett, hanem készen vagyunk arra is, hogy megküzdjünk a gonosz erőknek a képviselőivel. Előttük adtam a földet, menjetek be, és bírjátok azt a földet, amely felől megesküdt az Úr a ti atyáitoknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nektek adja,
és ő utánuk az ő maguknak. Hát itt van a megalapozása annak, amit drága Péter, barátunk Péter, vagy úgy érzi, hogy ennek az ideje lejárt, nem járt le, mert az ő maguknak is szól mindez, mint ahogy szól Isten elvárása a mai világi Izraelnek is, hogy akkor is, hogyha nincs áldozat, egy sereg dolog nincs, aminek a helye, helyszíne, lehetősége zárójelbe tétetett, de az az isteni elvárás, hogy legyen egy mintaország, amelyet nem a korrupció, nem az erőszak, nem a csalások, a szövetségek megszegése irányít. És ez mondom, nem azt jelenti persze, hogy tűrni kell belül azt egy gyarló butasággal tűrni, hogy az erőszak hívei uralják el az országot. Erről van szó, hogy sokszor jártam Izraelben is, és érzem annak a lelki terhét, hogy rossz a világban Izraelnek a sajtója. És ez azért is van, mert az antiszemitizmusnak ma az Izrael ellenesség a kultúrát, idézőjelvetével a kultúrát formálja. És ezt mindenki úgy érzi, hogy ezt nem is csak lehet, de kell gyakorolnia, és azok mellé kell állnia, akik se Istent, se embert nem ismernek, akik a ről azt mondta, azt hiszem Golda Meir, hogy akkor lesz itt béke, ha ugyanannyit fog érni a palesztinoknak is a gyerek, mint nekünk. És akik gondolkodás nélkül például a mentálisan és egyéb módon sérül gyerekeket berakják a rakéta állásaik alá, hogyha az ellenség eltalálja a rakéta állást, akkor a világot meg lehessen téveszteni a gyerekekkel, akiket nem kellett volna oda rakni. Tehát valahogy meg kell semmisíteni azt a helyet, ahonnan a szemben lévő gyerekeket lövik. Én jártam olyan gyerekszobában Izraelben, ami azért nem halt meg a két kisfiú, mert ahogy megszólalt a sziréna, azonnal abban a pillanatban mindent ott hagytak és lerohantak az óvóhelyre, és alig, hogy becsapták maguk mögött az ajtót, telibe találta a gyerekszobát. Mondjuk egy húsvéti csokijú is volt ott, ami nem gondolkoztam azért akkor, hogy egy eléggé ortodox család volt, ahol egy húsvéti csokijú volt. Az éppen maradt, a csoki gyúl éppen maradt, a szóval fele meg semmi is ült. Szóval ne hagyjuk magunkat megtéveszteni. Izrael nem agresszor. Én gyerekkoromban is agresszor volt, és a haladó erők mellé illett odaállni, minden egyház odaállni, haladó erők pedig azok voltak, akik a szemben álló politikai erőknek, Szovjetuniónak, másoknak a szekerét tolták ezáltal, és ezen nem láttuk át. Ez az egész dolgon, szóval nem hibátlan persze Izrael se, de az megmaradt, hogy ezt a földet, ezt a területet Isten arra találta ki, hogy ott Izraelnek megvalósítsa az Isten országát, az Isten uralmának a helyét, az alapvető emberi jogok tiszteletének a helyét, ahol tényleg úgy működik a legfelsőbb bíróság, hogy számon kérik a tábornokokat, ha a háborúban kegyetlenséget követtek el a honvédő háború idején is. Hát megvizsgálnak minden esetet, minden eddig volt területvédő esemény, hogy tényleg szükséges volt-e az erőszak, hogyha erőszakot alkalmaztak, és az emberség gyakorlásának megvannak a maga kötelező előírásai.
hát kezdi a történetet mondani, hogy az Úr előre megmondta, hogy ezt a földet nekik adja, megparancsolt, hogy ne féljenek és ne rettegjenek. 22. vershez ugorjunk, aztán felgyorsítjuk majd. Mindnyájan hozzám járultatok, és mondtátok, küldjünk embereket előre, hogy kémleljék meg nekünk azt a földet, és hozzanak nekünk hírt az út felől, amelyen felmenjünk, és a városok felől, amelyekbe bevonuljunk. És tetszett nekem ez a beszéd, és vettem közületek 12 férfiút, minden törzsből egyet-egyet. És fordultak, és felmentek a hegyre, eljutottak az Eskol völgyéig, és kiképlelték azt, vettek kezeikbe annak a földnek gyümölcsétől, és aláhozták hozzánk, hírt hoztak nekünk, és azt mondták, jó az a föld, amelyet az Úr a mi Istenünk állt nekünk, de ti nem akartatok felmenni, hanem pártot ütöttetek az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsa ellen, és zúgolódtatok a ti sátraitokban, és mondtátok, mivel hogy gyűlöl minket az Úr, azért hozott ki minket Egyiptom földjéről, hogy adjon minket az emorosok kezébe, és elpusztítson minket. Ez a zúgolódtatok sátoraimban, ez a titkon való hamis beszéd, amit akkor mond az ember, ha úgy érzi, hogy meg kell dolgozni a sikerét. Miért neki kell áldozatot vállalni? Na most, ti csináltátok ezt, mondja a Mózesból, nem ők csinálták, hanem az apáik. De tilos az is, hogy mi népünknek csak a pozitív történelmi eseményeivel azonosítsuk magunkat. Tehát mi voltunk azok, akik honfoglaltunk hajdan, mi voltunk azok, akik 75 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt ugye elszenvedtük Trianon, de 100 éve volt az is, hogy megszületett az első zsidó törvény, amit már annak lehet nevezni. Ez volt a mi reakciónk a Trianonra, hogy jó, akkor mi jó nagyot rúgtunk a zsidókba, és elkezdődött valami borzalom, amit soha nem tudunk letakarítani a történelmünkről, bármennyit vigyogunk, nyafogunk Trianon miatt, ami megint egy hamis beszéd, mert mindenki tudja, hogy nem lehet annak az eredményeit megváltoztatni. Egy-kettő meg lett változtatva az Unió által. Tehát az Unió lehetőséget adott arra, hogyha tényleg tisztességesen akarunk, bár előthetjük, hogy az Unió belül nem itt Magyarországon, nem Szolnokon, vagy Budapesten, ahol élünk, hanem telket, házat veszünk egy olyan helyen, ami a úgynevezett történelmi Magyarország nem volt ilyen, ahogy történelmi egyházak sincsenek. Úgynevezett történelmi Magyarország területén bárhol vehetünk ingatlan, részt vehetünk gazdasági dolgok szervezésében, földet művelhetünk, és így tovább, csak hát a helyi rendet azt be kell tartanunk, nincs jogunk csendet háborítani, csak azért, mert hajlan Trianonban, vagy szemetelni azért, mert Trianonban tőlük elvették ezt a területet, mondom ezt Szobátán, a medve tó környéke, az borzasztóan néz ki, magyar kézben van ez, magyarok működtetik, jó szemet is a környék. De hát ez megint csak egy talán oktalán kritika, csupán azt akarom mondani, hogy a zugolódás sátrainkban a félreértése annak, hogy a nekünk jutott terület az nem olyan, amiért nem kell küzdenünk, illetve amivel azt csinálunk, amit akarunk. Igen, jó az a föld, mondták a kémek, de miért kell harcolni? Gyűlöl minket az Úr, hogyha harcolni kell, ha bátraknak kell lenni. Nem, az Úr szeretne gyönyörködni bennünk, felnézni ránk, ha nem hangzik ez idétlenül,
Ő hadakozik ti érettetek, mondja a 30. vers, de azt nem lehet, hogy ti ne legyetek jelen eközben. Szegény édesanyámra emlékszem, aki mindig nagyon haragudott, ha miközben ő igyekezett megoldani az én matematika feladataimat, én elaludtam eközben. És azt mondta, hogy legalább maradj ébren. Nem is érted, hogy miről van szó, legalább ne aludjon. Az Úr hadakozik értetek, hordozott téged az Úr, éppen hordozza az ember az Úr fiát, mind az egész utat, közben felnőttetek, előttetek jár az Úr, és tessék őt követni, és tessék az ő rendeléseit komolyan venni és betartani. A harmadik rész 22. verséig tart ez az első szakaszunk. Hogyan osztotta fel a básáni térséget és a Jordántól keletre eső országrészt, Mózes azok között, akik nem akartak átmenni, aprólékosan, mint egy vonalzóval és körzővel, és onnan indul a történet, hogy nem akartak átmenni erre a jó földre. Én még kiemelném azt, hogy minnyáján hozzám járultatok, azt mondtátok, küldjünk embereket előre, miért kellett ezt megtenni? Volt-e alternatíva? Volt-e olyan, hogy jó, ha ez ugyan jó föld, de harcolni kell érte, akkor keressünk egy olyat, ami szintén jó föld, de nem kell érte harcolni. Nem volt ilyen. Nem volt más. Vagy maradunk a pusztában, vagy visszamegyünk Egyiptomba, vagy elfoglaljuk azt az országot, amit az Úr adott nekünk. Ha ő nekünk ígérte, lehet, hogy harcolni kell érte, de megéri, és a kockázat nélkül, kockázatvállalása nélkül gazdasági siker sincs. Tessék vállalni a kockázatot. Sajnos tetszett nekem is. Sajnos én is beleestem abba a hibába, hogy belementem ebbe a dologba. Mózes azért küldte el a főembereket, mert azra gondolt, hogy neki nem hisznek. Akkor menjen el minden közösségnek, minden frakció vezető, vagy minden párt elnök menjen el, és akkor a párt elnökökre talán a pártok hallgatni fognak. Nem hallgattak rájuk, mert a párt elnökök voltak gyáva nyula, és semmire kellő emberek, és hát visszafele sült el ez a fegyver, mert arra használták a befolyásukat, amire építeni akart Mózes, hogy van befolyásuk, akkor hát ha mellém állítják, az igaz ügy mellé állítják a népet, nem ez történt, nem saját maguk az öngyávaságuk mellé állították a népet. Na most tetszik nekem az, hogy a Jordántól keletre eső földön is hajlandó volt olyanoknak földet osztani, akiknek nem volt elég bátorságuk, elég hitük tovább menni, és itt ezen az oldalon egy lazább szövetségben megmaradtak, hát egy darabig azok mellett, akik az Isten országát akarták fölépíteni, sőt, maga Mózes József leszármazottaiból a Manassé féltörzsét azért hagyta, küldte oda, hogy valami ellensúlyt képezzen, hogy legyenek olyanok, akiknek fontos az egység. Na. Hát nézzük meg a háttanánkat. Az pedig, Ézsaiás 1, ugye? Ugye. 27-ig. Az nem kell ismerni.
álmosító idő van, de ezekben a sóhajtáson is belívülő ásításokban, amiket hallok, benne van, nem tudom elég élvezetesen elmondani nektek, de azért olvasok ennek. Nem? Az éjszakai zivattal. Ézsaiásnak, Ámosz fiának látásai, amelyeket látott Júda és Jeruzsálem felől, Uziásnak, Jótámnak, Akháznak, Ezékiásnak, a Júda királyainak napjaiban. Halljátok eget, és vedd füleibe föl, mert az Úr szól, fiakat neveltem, és méltóságra emeltem, és ők elpártoltak tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát. Izrael nem ismeri az én népem, nem figyel rá. Ó, gonosz nemzetség, hamissággal megtereltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak. Elhagyták az urat, megutálták az Izrael szentjét, és elfordultak tőle. Miért ostorozzalak tovább, holott a bűn növekedtek? Minden fej beteg és minden szív erőtlen. Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa sebés, dagadás és keledény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal nem lágyítottak. Országtok pusztaság, városaitokat tűz perzselte fel a földeteket, szemetek látára idegenek emésztik, és pusztaság az, mint ahol idegenek dúltak, és úgy maradt a Cion leánya, mint a kunyhó a szőlőben, mint kaikba az uborka földön, mint megostromlott város. Ha a seregeknek, Ura, valami keveset meg nem hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna, mint Sodoma és Gomorához volnánk hasonló. Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe. Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága, ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait, és a hizlat barmok kövérét, és a turkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm. Ha eljöttök a színem előtt, megjelenítek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok. Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot. A jó illatétel utálat előtte, újhogy szombat ünnepre felhívás, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Új oldaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem, terhemre vannak, elfáradtam viselni, és ha kiterjesztitek kezeiteket, elvettem szemeimet előletek, sőt, ha megsokasítjátok az imádságot, én meg nem hallgatom, vérrel rakvák kezeitek. Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim mellől cselekedeteitek gonoszságát, szűnjetek meg gonosz cselekedni, tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét, noljátok törvénykezzünk, azt mondja az Úr, ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesztek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesztek, mint a gyapjú. Ha engedelmemmel hallgattok, a föld javaival jöttek, és ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyverem észt meg, mert az Úr szája szól. Hanyadikig van? 27. Mint lett paráznává a hű város? Teljes volt jogossággal, igazság lakozott benne, és most gyilkosok. Ezüstöt csalakká lett, tiszta borod vízzel elegyítve, fejedelmén megátalkodottak és lopóknak társai. Mind szereti az ajándékot és vesztegetést hajház, árvát nem pártolnak, s az özvegy ügye nem kerül eléjük. Ezért azt mondja az Úr a seregeknek, Ura Izrael erős Istene, jaj, mert vigasztalást veszek háborgatóimon, és bosszút állok ellenségeimen, és kezemet ellenet fordítom, és kiolvasztom, mint egy lúgban salakodat, és eltávolítom minden olmódat, és adok néked oly bírákat, mint régen, és olyan tanácsosokat, mint kezdetben, és ekkor azt mondják te néked, ez igaz város, ez hív város. Szion jogosság által változik meg, és megtérő igazság által nem csaló megtévesztő kampány által, mert igazság által.
Hát. Erről beszélni honfogalás hajnalán, hogy ott lakul az emberben annak a képessége, hogy megadja magát, és ne a föld jobbát változtatásának keserves harcát válassza, hanem tengés-lengés, vagy akár egy rabszolgai állapotot, ahol mások határozzák meg, hogy milyen legyen a nemzeti együttműködése rendszere. Aki nem akar ezen változtatni, az megéri. Az megéri a pénzét. Az ezt kapja. Esik meg változtatni a dolgokat, másnak teszi. Hát nézzük akkor a szinopszisunkat, és akkor miután ezt is rosszul hívtam föl ezek szerint, akkor hol tartunk most a szinopszisunkban? 105-től 110-ig. 105-től 110-ig. Erre szerintem. 105-től 110-ig. Az van itt nekünk a 105-ösnél, hogy az út folytatása, az egy kis, rövid, egymondatos jelzés Mátéból, hogy tovább ment az adott helyszínről Jézus, hogy az igét mások is hirdetik. És ez alatt az idő alatt keresztelő János már börtönben volt, és Máté és Lukás szerint, akik sok mindent együtt, talán közös forrásból dolgoztak, ők jegyzik fel, hogy a börtönben János hallott Jézus cselekedeteiről, és ezt üzente neki a tanítványai útján, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjuk. És Jézus így válaszolt nekik, menjetek, mondjátok el Jánosnak, amiket hallottok és láttok, vakok látnak, bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Szóval mit várunk a Mesiás eljövetelétől? Miért inog meg keresztelő János? Hát azért, mert az általános hangulat nem arról szól, hogy foglalkozni kellene fogyatékkal élő helyzetével például, vagy foglalkozni kellene a naív, járatlan emberek képzésével, megtanítani őket soron közt olvasni, érdekeikért kiállni, a tehetetleneket járni, tanítani, a tisztátalanokat, leprásokat megtisztítani, süketeket elsegíteni oda, hogy végre meghallják, hogy mi az, ami javukat szolgálja, és hát legfőképpen az oktatást legszegényebbek számára is elérhetővé tenni. Mert a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Gazdagok meg tudják fizetni maguknak. Hát nem az a jó program, amely arról szól, hogy hogyan tudjuk fokozni a kiváltságaikat a legfelsőbb lévő társadalmi rétegnek, hanem az a jó program, amelyik a szolidaritásról szól, hogy mit csinálunk azokkal, akik tényleg nem tudnak külső segítség nélkül létezni. A szolidáris állam a jó üzenet arról, hogy milyen államot akar. Tehát az nem jó üzenet, hogy a szegények függetlenül attól, hogy tehetségesek-e vagy nem, a maximum, amit elérhetnek, hogy egy futószalag mellett szerelhetik össze a gazdagok számára az autót. Ez nem üzenet, hanem az az üzenet, hogy a szegényekből autótervező mérnök is lehet akár. A
szegényekből miniszterelnök is lehet, országos rendőrfőkapitány, hiába született valaki, nagyon gyarló, rossz körülmények között a tehetsége, a szorgalma, rátermettsége révén a legmagasabb pontig is eljuthat. Az nem jó üzenet, hogy egyesek gyerekei kimehetnek külföldre, és ráadásul még csacsihancátlansággal azt is állítják, hogy a saját lábukon állnak, akkor minden papalopott pénzéből valósul meg. Mások lábán állnak ez a helyzet. Tessék leszállni a lábamról, mert azt csak én használom a menésre. Szóval a szegényeknek hirdettetik az evangélium, az messiási dolog. És hogyha keresztelő Jánosnak ezt magyarázni kell, akkor talán baj van, bár Jézus nem bántja őt, hogy Lukács följegyzi azt is, hogy ez abban az órában történt, amikor Jézus sok embert gyógyított meg, különféle betegségekből és bajokból. Mint azt is üzente volna, hogy ez igenis a mi dolgunk, hát rólunk is terjesztették itt egyházi ellenfeleink is, magyarázkodnom kellett külföldről érkezők előtt is, hogy mi nem vagyunk igazi egyház, mi egy szociális munkát végző egyesület vagyunk csak. És próbáltam elmagyarázni, hogy a mi hitvallásunknak a része, hogy a vakok látnak, sánták járnak, szegényeknek evangélium prédikáltatik. És nagyon sajnálom azokat az egyházakat, amelyek szó nélkül tűrik a menekültekkel, romákkal, szegényekkel való bánásmódot, és közben sok pénzből újítják fel üres templomaikat, hogy az ő láthatóan furcsa helyzetüket senki nem bírálja, minket meg igen, hogyha befúj a szél a templomaik tetején, de háromszor naponta esznek a gyerekek. Az a 95 millió forint, amit most Maruzsa államtitkár elvett, az éppen például a közoktatásban lévő gyerekén kétkezési költsége. Ennyibe kerül napi háromszori étkezés. Ezt csavarta ki az ő szájukba, azt mondván, hogy a pandémia idején mindenkinek részt kell vállalni a védekezésből, de hát kilógott a lóláb nem azért, hanem hogy minket politikai eszközökkel, a pénzelvétel pedig az megtörjen. De nem akarom teljesen aktualizálni, szóval ebben lehet vita, még hasonló kegyességi irányzatokon belül is, hogy kell nekünk Ninivével példálózni, és vagy pedig be kell zárni ajtót, ablakot és egy hermetikusan lezárt burokban, buborékban kell az életünket élni, és körbe-körbe evangélizálni egymást. Nem, az evangéliumot ki kell vinni a szegények közé, és az ő számukra az örömhír az, hogy az ő egyszerű kicsi életüknek is van értelme. És az ő számukra az evangélium azt is jelenti, hogy egyszer legalább jól lehet lakni, hogy hetente egyszer legalább van hús, az is az evangéliumhoz tartozik. Menjünk tovább. De Jézus nem kritikát küld keresztelő Jánosnak, a 107-es erről szól, hanem elkezdi mondani azoknak, akik most már nem annyira emlékeznek keresztelő Jánosra. Korábban tudult mindenki hozzáment, azt hitték, hogy ő a messiás. Most, hogy börtönben ül, most kezdik őt elfelejteni. Jézus az egyetlen, aki szót emel érte, és azt mondja, hogy minek mentetek a pusztába, előkelő ruhába öltözött ember? Nem, hát a keresztelő János egyszerű tevesző ruhája, hát először nem egy olcsó viselet, de hát akkor azért nem volt ez olyan drága, belőle körülve derek a
egyszerű öltözködése, a sáska és az erdei méz az, az a legegyszerűbb vadon összegyűjthető táplálék volt. És hát bírálja a kortársakat, akikről azt mondja, hogy olyan a fajtok, mint a gyerekek, akik játsszák a piacon a kis egyszerű hangszereikkel azt a primitív játékot, hogy most akkor mi vagyunk a halottas menet, tessék sírni. Akkor furjázgatunk, jót nevetünk azon, hogy milyen ügyesen sikerült. Akkor most játszunk lakodalmas. Most akkor ugyanarról a furjáról lakodalmas furjázunk. Furjáztunk néktek, nem táncoltatok. Síratót énekeltünk, nem gyászoltatok, mert eljött János, nem eszik, nem iszik, ezt mondjátok, ördög van benne. Eljött az emberfia, eszik és iszik, és azt mondjátok, hogy még falák és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja, de cselekedetei által nyert igazolást ez a bölcsesség. A kortársak örök elégedetlenségét és kritikát, senki nem jó nekik igazán, erről van szó. Ez ezért nem jó, az azért nem jó. Valójában bárki jó lenne, Pista bácsi és Mari néni is jó lenne, akár miniszterelnöknek is, ha mi magunk választópolgárok szeretnénk a helyzetünkön változtatni. Tehát nem egy nagyságos, legyőzhetetlen másik személy után kell sóvárogni, Isten őrizzen, hogy még egy ilyen jöjjön szerintem. Hanem legyen inkább egy névtelen, szürke valaki, aki tényleg szolgáljon bennünket, a mi elképzeléseinket vigye sikerre, és szűnjék meg ez a gonosz játék, ami itt emberek életével és egy nép sorsával történik. Tovább megy Jézus itt, ha már egy kicsi fricskát adott a kortársaknak Keresztelő János mellőzésével és az ő vele szembeni kritikák miatt, a meg nem térő város, galileai városokat említi itt, Betsajda, Kapernaum, ha tényleg megvannak a romjai, és ellentétben Tíruszt és Szidont említi, ami északabbra van, nem tudom, nézzük-e térképet. Tíruszt és Szidon, a ma is meglévő városok, nagy menekült távol is van ott. Ez Főniciához tartozott akkor, mindez egy nagyobb térképe, vagy ebben a másik kis könyvecskében. Itt van ez a térkép, most már rá menne erre. Tehát itt van a legészaki, tehát egészaki területen ez már a határa kívül van, Tíbusz és Szidon, Dán fölött áll, mert Dántól térségváig terjedt az ígéret földje eredetileg, van nagyobb, ez egészen a Veres-tenger szarváig van az országnak a területe, de itt van Dán, és a fölött van Tíbusz és Szidon. Kereskedő városok voltak, főniciai kereskedő városok, és azt mondja Jézus, hogyha ott annyi csoda történt volna, mint mondjuk Korazinban és Betsajdában, itt lejjebb itt van a kis galileai tenger, nagy víztározó tulajdonképpen. Itt van ez a terület. Tehát ha itt ezekben a pogány görögök laktak,
korábban fönicieiek által telepített városokban olyan csodák történtek volna, mint itt Galileában, régen megtörtént volna. És éppen ezért ezek a meg nem térő városok Sodoma sorsára jutnak, amelyik szintén megtért volna, ha Sodoma hol van? Sodoma itt a Hold-tenger mellett van valahol, tehát itt ez az afrikai árok, a Jordánnak a völgye, és megszakad itt, annyira beholpadt a föld, hogy nem tud tovább lefolyni a Vörös-tengerbe a víz, és ezért rekedik meg is lesz sósá. A víz, tehát most vagy olyan terv van, hogy innen visszapumpálnak vizet, vagy pedig innen a földközi tengertől hoznak át vizet, megpróbálják egy kicsit a Hold-tenger föléleszteni. Van egy ilyen profécia is, hogy meggyógyulnak a vizek ezáltal. Más nem lehet rá csinálni. Tengerszint alatt mélyen, 100 méterekkel mélyebben van a terület. Tehát jaj, meg nem térő városokkal. Majd 109-es, hálát ad az atyának, hogy akik megértették az üzenetet, az evangélium üzenetét, azok nem az előkelő nagyok, hanem a kicsik voltak. És ma is így van, hogy megszégyenítenek bennünket a kicsik, és ebben a sorban följára a 110-es, az azoknak a tanítványoknak szól, akiket kiküldött Jézus, és akik azzal a szomorúsággal, letargiával jöttek vissza, hogy nekik nem hallgatnak rájuk, démonok, nem tudtak sikereket elérni a betegek között. És azt mondja nekik, gyertek hozzá, elfáradtatok, megkeseredtetek, elnyugtatlak titeket, vegyétek fel az én igámat, tanuljátok meg tőlem, hogy szerint is alázatos szív vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Most az iga nem egy plusz teher, nem egy eszköz, nem egy kényelmes eszköz, de általa egy emberfeletti terhet is el lehet húzni. Tehát használjátok eszközöket, és szabaduljatok meg a gőgtől és sértődékenységtől. Nem lehet alázat nélkül sikerre vinni a szolgálatot. Tehát elmondjuk, és nagyfiút játszunk. Ne játszatok nagyfiút. Hadd érezzék az emberek, hogy ti tudjátok, hogy miben vannak ők. Ne nadrágos emberként jelentetek meg közöttük, hanem legyetek a sorstársaik, üljetek le az asztalukhoz, hallgassatok megértően. És hogyha ezt eltanuljátok tőlem, akkor megnyugszik a lelketek, és nem azt fogjátok nézni, hogy bezzeg a többieknek, hogy milyen jól megy a munkájuk. Hát még az is lehet, hogy most e pillanatban ők sem olyan alázatosak, mint amilyennek lenni kellene, de alázat nélkül nincsen igazán siker, ki kell menni. Jeruzsálemből nem megoldható ez a dolog, járni kell a vidéket, és menni kell az emberek után, és meg kell hallgatni a panaszaikat, hadd érezzék, hogy valaki törődik velük, és akkor nem lesz sikertelen az evangéliumnak az útja. Na hát kezdjük a végén, akkor ha megfáradásból felemelettünk. 111-es, 12-es, 13-as. Keveset vegyünk? Mert akkor itt meg is állhatnál. És rövidkék ezek. Rövidkék? Hát akkor a 115-ösig. Vagy 16-osig, bocsánat. 116-osig menjünk, az egy rövid, de nem érdektelen. Érdekes dolog, 111-től a 116-ossal bezárólag. Olvassunk akkor a szinopszisból. És akkor most fölézem magamnak, nem megszületni érdek.
Nem tudom, érzitek, érzitek-e, hogy közeleg rózsasó. Nagyon kevés választ el bennünket. Tehát most már július 17, és legközelebb találkozunk 24-én, ugye? És 116-osig. A Tórából 5 Mózes 3.23-tól a 7.11-ig ennek haftarája a 40 Ézsaiásból a 41-től 26-ig. Ézsaiás 41-től 26-ig. És akkor Szofóniás proféta könyvét olvassuk legközelebb még. Mert ő az, aki Nahum kortársa volt. Nem látok, hogy a dolgok, hogy a gyermek.